kérem fogadják megkülönböztetett tisztelettel Szakács Árpád újságíró publicisztát. Hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, és nagy szeretettel. Kicsit szívemhez nőtt ez a hely, Veszprém, nagyon sok szempontból kötődöm hozzá. Azt is mondhatnám, egy kicsit a helyi lokálpatrióta világ részese is vagyok, hiszen eléggé hosszú ideje a Kárpátia Stúdió, a könyvkiadóm, az csak és kizárólag Veszprémben nyomtatja a könyveit, és ez így is lesz ezután is, nagyon jó munkakapcsolat tudott kialakulni. Illetve azért is kötődöm Veszprémhez, mert képzeljék el, hogy itt szereztem meg a jogosítványomat is, úgyhogy jó sokat barangoltam én, jó pár 10 órát a város utcáin. Rengeteg ismerős barát is köt ide, úgyhogy nagyon jól érzem itt magam, mintha hazaérkeztem volna. Nagyon szép város, nagyon jó a szakusztikája, nagyon jó a légköre, nagyon jó az energetikája, hogy szokták mondani. Úgyhogy emiatt számomra egy külön élmény és külön megtiszteltetés, hogy itt lehetek Önök között, és együtt beszélhetünk egy olyan témáról, egy olyan ügyről, aminek a... Hát a hátterében nem sok pozitív dolog van. Olyan szempontból is érdekes, hogy egy olyan veszély, egy olyan irány, egy olyan elképzelés próbálja a mi életünket a jövőre vonatkozva meghatározni és megváltoztatni, aminek eléggé komoly következményei vannak, lesznek, mert ugye az előzményeket is ismerjük. És az előzmények alapján is jó pár olyan dologra tudunk következtetni, illetve nem csak tudunk következtetni, hiszen ma már a globális világ a WHO égisze alatt kiteregette a lapjait, a tervei, az elképzelései ott vannak a honlapján, csak valami érdekes ügyből kifolyólag ezek nem nagyon jutnak el hozzánk Magyarországra. Furcsa módon ugyanaz a hírzárlat van ezekkel az információkkal kapcsolatban, mint ami a covidizmus idején is lezajlott, tehát Magyarországon a jobboldalinak nevezett média platformok ugyanúgy egy szót sem szólnak azokról a dolgokról, azokról az ügyekről, amelyek a sorsunkat, az életünket eléggé komolyan meg akarják változtatni, ahogy a balliberális oldal platformjai sem, tehát hogy megint egyfajta nagy koalíció jött létre, mint oly sokszor az elmúlt pár évben, hogyha olyan ügy bontakozott ki, egy olyan ügy próbált az életünket megnyomorítani, mint a covidizmus, akkor a jobb és baloldali politika és a politikai érdekkörökhöz kapcsolódó médiák közösen próbálták a globális gazdáiknak az érdekeit elhallgatással, félrevezetéssel szolgálni. Ezért is ebben a téren semmilyen új változás nincsen, ezért is fontos, hogy azok a előttük lévő információk, amikről én is beszélni fogok, azt minél több ember vigye tovább, adja tovább a saját maga köreibe. Mielőtt belevágnánk a közepébe, engedjék meg, hogy három olyan könyvet ajánljak a figyelmükbe, amit én kiemelkedően fontosnak tartok. Mind a hármat itt nyomtattuk Veszprémben, ahogy említettem. Azért is szeretném ezekre felhívni a figyelmüket. Az egyik fontos ok, hogy a cenzúra, ami globális téren is az életünket eléggé jól behatárolja, vagy jól érezzük ennek a hatását. Ugye a YouTube letörlések, a múlt héten volt egy nagy Facebook letörlési hullám, rengeteg embert érintett. Ez is, tehát hogy a WHO-val kapcsolatos információk özönét törölték a különböző oldalakról.
Egyébként nekem is volt egy kecskeméti előadásom nagyjából egy héttel ezelőtt, és amikor ez kikerült a YouTube-ra, nagyjából 10 percen belül ki is törölték az előadás teljes anyagát, és a felhasználók megfenyegették, hogy még egy ilyen, és kitörlik a csatornáját is. Egyébként ezek egyre gyakoribbak lesznek a közeljövőben, majd arról is beszélek, hogy hogyan lehet ezt valamilyen formába kikerülni. Mindezeken túl, vagy mindezeken kívül azért is fontos a könyv, mint papír, hogy fent maradjon, mert a digitális térből bármit el tudnak tüntetni, illetve jelenleg a mai viszonyaink között a könyv az egyetlen egy olyan platform, amit biztosan nem lehet cenzúrázni. Ez kiemelkedő jelentőségű ebből a szempontból is, tehát próbálják megszeretni a könyveket, próbálják másoknak is a figyelmét erre felhívni, és amiatt is fontos, hogy ezt később sem lehet cenzúrázni. Tehát, hogy nem nagyon lehet benne átírni dolgokat, ezért is fontos, hogy a könyv megmaradjon, minél több könyv jelenjen meg ezekről a témákról, hiszen ezekről a tartalmakról, ezekről nem nagyon tudnak a médiából sem értesülni, illetve rengeteg előadást meg lehet hallgatni, de arra mindig felszoktam hívni jó magam is a figyelmet, hogy én tudom, hogy nagyon kevés időnk van, nagyon kevés idejük van, ezzel dologgal foglalkoznak, és ez valóban így van, tehát hogy azt az időmennyiséget, amit egy könyv olvasása leköt, azt nem mindenki tudja megengedni magának, egyszerűen az életviteléből adódóan. Ugyanakkor arra is fel szeretném mindig hívni a figyelmet, hogy amiket én most mondok, annak is egyes részei nem fog tudni kitérni, mert annyira nagy, komplex és bonyolult összefüggési rendszerekről van szó, amit nem lehet egy-két órába, egyébként 20 órába sem lehet közérthetően, kiteljesíthetően elmondani. Ezért fontos, hogy kicsit elmélyedjenek akkor, amikor idejük van, tehát mégis kell erre szakítani egy kis időt. Ugyanis nagyon sokan azt gondolják, vagy azt hiszik, hogy egy könyvben lévő tudást, vagy két könyvben lévő tudást valaki önöknek el tud mondani fél óra alatt, egy óra alatt, ez sajnos nincs így. És ha így lenne, nem lenne akadály annak, hogy ezt elmondjam, de annyira komoly, főleg a mai világunk bonyolultsága tekintetében annyira fontos információk özöne is van még, amit érdemes figyelembe venni, amik könyv alakban, könyvformában érhetőek el, legtisztább forrásból, teljesen cenzúramentesen. Akinek, ezért említettem, hogy akinek nagyon-nagyon kevés ideje van, és mondjuk egy évben egy könyvet tud elolvasni, mert ilyenre is van példa, nagyon sok példa. Én korszakunk legfontosabb könyvének a Covid rulettet, Thierry Baudet, egy holland országgyűlési képviselőnek a könyvéről van szó. Ez nem feltétlenül a Covidról szól, tehát az a lényege ennek a könyvnek, hogy a Covidot hogyan használták föl arra, rengeteg háttértudás van benne, hogyan használták föl arra, hogy a közegészségügy álcája alatt egy totális diktatúrát próbáljanak megvalósítani. Tehát rengeteg olyan dolog van most, amiben én utalni fogok erre a könyvre, de nem fogok tudni rá kitérni, hiszen ha csak az egyik fejezetét említem meg, aminek úgy hívják, hogy Agenda 30, SDG, angol rövidítéssel, fenntartható fejlődés, az ENSZ fenntartható fejlődési programjának a pontjai, ez egy 17 pontból álló rendszer, ez a 2030-ig, 2015 és 2030 között lezajlott nagy gazdasági átalakulásnak a programja van benne, az is egyébként, amit a klíma, aminek a központi eleme a klímahazugság, én ennek így szoktam ezt hívni, de magára erre a klímahazugságra se tudok most kitérni, mert ennek is nagyon-nagyon bonyolult összetevői vannak, ebben rengeteg háttérinformáció van ezekkel kapcsolatban is. A következő könyv, akinek egy évben már két könyvet is el tud olvasni, és a
Hát ugye, ha a covidizmust nézzük, akkor sokakban merült fel a kérdés, hogy mi áll ennek a hátterében. Tehát hogy lehetett ezt a fajta brutális terrort lenyomni az emberek, a társadalom, a világ népeinek a torkán, mint amit lenyomtak. Matthias Desmet, korunk legbátrabb és egyik legjobb pszichológusa megírta ennek a történetét, hogy mi az a tudás, amivel a tömegeket, a tömegmanipulációt el lehet érni, és ennek mi áll a hátterében, hogyan működik a manipulációs gépezet, hogyan lehet az emberek tömegeinek a lelkére hatni manipulációs célokkal, és erről a könyvről, a szerzőjéről, a Tucker Carlson, aki egy ismert riporter Amerikában, ő azt mondta, amikor interjút készítette a szerzővel, tehát Matthias Desmettel, hogy Matthias Desmet a legokosabb ember, akivel valaha is interjút készítettem a több mint 30 éves pályám során. Egy kiemelkedően fontos könyvről van szó. Végezetül, de nem utolsó sorban pedig a mai életünket ugyancsak tömegpszichológiai vonalon befolyásoló különböző háttérerőknek a cselekvési irányának is megvan a szerkezete, megvan a teljes háttere, ez pedig a Gustav Le Bon a Tömegek Lélektana című könyvén, ebből egy kis mini részt be is fogok idézni, de ennél komplexebb a dolog. Tehát ez egy 1895-ben megírt könyv, ennek kicsit korszerűsített szövegváltozatban jelent meg a közelmúltban. Tehát láthatják, hogy 1895-ben is megvolt már az a tudás a pszichológiában, a tömegpszichológiában, hogy a politika a lehető legaljasabb módon használ föl a mai világunkban. Ez lett volna a rövid kitérő. És most átérnénk a mai témánkra. Én nem véletlenül nem pedagógusnak mentem, én ugyanis kétszer ugyanazt nem nagyon tudom elmondani, úgyhogy rengeteg helyen megyek az országba, de mindig valahogy máshogy próbálom megközelíteni a kérdést, már önmagam miatt is. Ebben a tekintetben maga a mai életünket, a mai világunkat körbevevő globális örvénylések segítségemre vannak sajnos, ugyanis szinte hetente, havonta aztán rengeteg, de naponta, hetente vannak olyan információk és vannak olyan történések, amelyek nekem is alapot adnak arra, hogy más irányból tudjam megközelíteni a mai életünket befolyásoló folyamatokat. Először is az elmúlt időszakban, az elmúlt jó másfél hónapban egy érdekes dolog jelent meg az életünkben, és ezt maguk is láthatták, ez a koronavírus járványnak a legújabb hulláma, és már éppen majdnem megtanultunk két új vírusvariáns nevet, az egyik az, emlékeznek rá? Már el is felejtették, ugye? Áll a palesztinoknak idézőjelbe csak. Az egyik az Eris, a másik meg a Pirola. Én mielőtt idejöttem, ma végeztem egy kis kutatást azzal kapcsolatban, hogy milyen hírek és információk jelentek meg magával a koronavírussal kapcsolatban az elmúlt másfél hónapban. És ezt azt csináltam, ezt a kísérletet önök is elvégezhetik, ugyanis van egy nagyon hasznos oldal, a hírkereső.hu, és a hírkereső.hu keresőjébe beírják, hogy koronavírus, akkor úgy nagyjából három hónapra visszamenőleg láthatják, hogy egyébként más kulcsszavakkal is lehet keresni természetesen, de úgy nagyjából más, nagyjából láthatják, hogy mennyi információ jelent meg ebben a vonatkozásban erről az úgynevezett vírusról. És én megnéztem, hogy október 21 és október 7 között, nagyjából két hét alatt, 49 hír jelent meg, amiben benne volt a koronavírus. De ez a koronavírus, ugye kétfajta hír van a koronavírussal kapcsolatban. Az egyik az, hogy a következményei, ja, az oltások mellékhatása ez nulla, semmi, és WHO meg ezekben a kérdésekben is hát csak olyanokat találnak, hogy milyen
jók vagyunk a WHO-nak, a WHO mennyire megvan bennünk elégedve. De visszatérve a koronavírusra, tehát hogy 49 hír jelent meg, ebből 14 volt az, ami arra vonatkozott, hogy egy új veszély van az életünkben, tehát növekszik a szennyvízkoncentráció, és hogy mi a helyzet a világban. Egyébként ez nagyjából két hét alatt, ez a 14 hír, ez annyira nem sok, minden napra jut egy nagyjából általánosságban. Aztán október 7 és október 1 között, tehát napi 1, ezt jegyezzék meg, a napi 1 hír, tehát átlagba. És akkor a október 7 és október 1 között, ez nagyjából 1 hét, megint beírtam, itt most 1 hét alatt 42 hír információ jelent meg, 42-ből 32 volt az, hogy most mindenki meg fog halni. Most egy új, ez mindennél veszélyesebb vírus, és ezt az 1 hetet így lebontjuk, akkor a napi 5 hír jön ki. Egyébként ez a szám statisztika, ez nem egy objektív statisztika, tehát ez csak egy nagyságrend, mert ebben nincs benne például az, hogy a Kossuth Rádió, magyar adófizetők pénzéből működő Kossuth Rádió félrevezető napi híradójában, vagy agymosó híradójában hányszor jelenik meg ez a súlykolásszerű, vagy a különböző tévécsatornákon, és akkor még nem mentem bele. Ha beleírtam összes tévécsatornát, akkor ez több száz, tehát még egyszer mondom, ez csak a nagyságrendje a kérdésnek. Tehát október 7 és október 1 között egy hét alatt 42-32 veszélyes, ez nagyjából általában, ha kicsit kerekítünk, akkor a napi 5. Az előbbi két hét alatt a napi 1. És aztán megnéztem, hogy augusztus 20 és szeptember 20 között mi történt, hány hír jelent meg a koronavírusra. Döbbenetes szám jelent meg, egyébként 494-et számoltam össze. A 494-ből 450 volt az, aminek a címe az ilyenek voltak nagyjából, néhányat kiírtam magamnak. Például szeptember 18, futótűzként tarol a COVID két legújabb variánsa, ezek az új mutáció tünetei, rengeteg a fertőzött. Ez a Nőklapja. Már 15 országban van jelen az új koronavírus variáns, házi patika. Egyre több a koronavírusos beteg itthon, az új mutáns gyorsabban terjed, mint bármi más, tények.hu. Megindult az oltási kampány Németországban is, ATV. Gyorsabban terjed a koronavírus új omikron variánsa Izraelben, portfólió. Ezek egymás után ömlöttek be ezek a hírek és információk. És akkor nézzük mondjuk 9-20-án, csak ezen az egy napon nagyjából 50 ilyen hír jelent meg, és ebben nincs benne az a fajta brutális tömegmanipuláció, ami a híradókon keresztül is megjelent. Tehát néhányat felolvasott. Sürgető lenne a 60 év alattiakat azonnal beoltani a koronavírus ellen. Magyar Narancs. Koronavírus 2. vészesen gyengül a hazai lakosság immunitásra, újra be kell oltani az egész lakosságot. ATV. Brutális járvány fenyeget a koronavírus után, veszélyben lehetnek a gyerekek. ATV. Gyorsan terjed a pirola vírus mutáns Amerikában. Rendkívüli intézkedéseket jelentett be Biden. Portfólió. Nagyon rossz hírt közölt a koronavírusról a Népegészségügyi Központ. ATV. Terjed a járvány, egy magyar városban már most nagyon rossz a helyzet. Privát bankár. Koronavírus, újra kell oltani a magyarokat. Femkafé. Brutális járvány fenyeget a koronavírus után. Magyar Hírlap. Tombol a koronavírus, újra kötelező maszkviselés a szomszédban. Nem olvasom a többit, mert nagyjából ez a kategória, tehát hogy a félelemkeltésnek olyan eleme és olyan részei jelentek meg újra az életünkben, ami elképesztő. És vajon, ha megnézzük, tehát akkor ha a augusztus 20 és a szeptember 20 közötti időszakot nézem, csak a hírkeresőre, még egyszer mondom, nem objektív, tényszerű ez a nagyságrendet nézzük, akkor a napi 15 rémhír keresztő információ jelent meg. Tehát, hogy augusztus 20 és szeptember 20 között napi 15, október 7 és október 1 között az 5, és október 7 és 21 között a napi 1-re csökkent le. Mi történt október 27-én, emlékeznek erre? Így van. Látják, kitört az izraeli háború, és
Kitört az izraeli háború, és hirtelen statisztikailag le lehet vezetni, le tudják önök is ellenőrizni, nyugodtan mutassák meg, vagy beszéljenek kétkedő ismerőseikről, hogy hát, ha tudnak rá valami magyarázatot adni, hogy ez hogy lehet, hogy mindig kitör valami háború, akkor a koronavírus meggyújt, tehát eltűnik az életünkből, hogy ennek van-e valamilyen összefüggése, esetleg lehetne bátorítani a magyar tudósokat, hát egy újabb Nobel-díjat lehet nyerni ebből kifolyólag. Tehát megjelent az életünkben egy újabb konfliktus, egy újabb káosz, egy újabb háború, és egyik percről a másikra a koronavírus. Eltűnik a médiákból, sehol nincs semmi róluk egyáltalán, és most hirtelen nem ez a fő téma valami miatt, és ugye mi már ezt átéltük egyszer, ugyanis hányszor mondtuk már, hogy az orvosi Nobel-díjat mindenképpen Putyinnak kellett volna megkapnia, hiszen már volt egyszer példa arra, hogy éppen az egész világot beoltani akaró nagy-nagy WHO terv egyik percről a másikra megszűnt, mihelyst az orosz és amerikai-ukrán háború kitört. Tehát, hogy egyik percről a másikra ez a probléma, ez a halálos járvány, ami mindenkinek az életét veszélyeztette, ugye, ez eltűnt egyik percről a másikra. Milyen érdekes a járványnak a természete, milyen intelligens ez a járvány, milyen intelligensek ezek a vírusok, hogy mikor nincs semmi háború és egyéb kataklizma az életünkben, akkor meg akar ölni mindenkit, és mihelyest valami kitör, valami háborús kataklizma van, akkor egyik percről a másikra eltűnik az életünkből. Az egyik, ugye, én néhányat felolvastam a néhány hírcímet. A hírcímekkel kapcsolatban pedig ugye egyetlen egy dolgot biztosan megállapíthatunk, mégpedig az, hogy a félelemkeltésről szólt az egész. A rettegésről és a félelemkeltésről. Most ugye én dolgoztam egy 20 évet a médiában, nem is akármilyen helyeken, de vajon a félelemkeltés kell legyen a médiának a célja? Tehát tényleg erre kell, hogy létrejöjjön ez a feladat, nem a tájékoztatás, nem a hiteles és objektív különböző nézőpontoknak a megjelenítése? Nem az kellene legyen, hogy itt a különböző nézőpontokat tudjuk ütköztetni? És hát pont ez a média volt, még egyszer mondom, jobb és baloldal, jobb és baloldal közös tevékenysége volt, hogy minden információt, minden érdemi más hírt eltitkolt, szőnyeg alá söpört, nem számolt be róla, ahogy majd mindjárt azokról sem, amikről beszélni fogok. De a félelemre visszatérve, a félelem miért fontos a félelem? Az egyik fontos elem ennek, és ebben tökéletesen le van vezetve, Matthias Desmet pszichológus által, a félelemmel lehet a lehető legjobban, leghatékonyabban manipulálni az embereket. Pont ez a lényeg az egész félelemgerjesztésnek, félelemkeltésnek, hogy manipulálják az embereket. És a manipulációnak van egy másik háttere is, ugye szinte ugyanazokat a szavakat hallottuk minden irányból, és amúgy nagyon érdekes, ugyanazokat is közlik, ugyanazokat is mondják, tehát teljesen mindegy, hogy valaki a ATV-t vagy a Hír TV-t nézni, tehát ugyanazok a szavak forognak folyamatosan. Ennek pedig szintén megvan a hatás és az értelme, tehát nem csak a hatás, hanem az értelme is van, ezek nem véletlenül jönnek. Amit most felolvasok ezzel kapcsolatban, az Gustav Le Bon a tömegek lélektanából van egy kis idézet, hogy lássák, hogy nem is olyan bonyolult ez a dolog, amiről szó van. Idézem Gustav Le Bont. A szavak hatalma oly nagy, hogy elég egy jól megválasztott szóval jelölni a leggyűlöltebb dolgokat, hogy a tömegek elfogadják. Hogy bizonyos vélemények olyan könnyen lesznek általánosakká, annak az az oka, hogy az emberek nagy része nem képes saját következtetései alapján ítéletet alkotni. Midőn arról van szó, hogy eszméket, hiedelmeket belerögzítsünk a tömegek elméjébe, például a modern szociális elméleteket, a vezetők eljárása különböző. Erre szolgál főképpen ez a három biztos eljárás. Az állítás, ismétlés és kell hozzá a lelki fogékonyság. A puszta egyszerű állítás minden következtetéstől és bizonyítástól mentes kell legyen. Ez a legbiztosabb mód arra, hogy valamelyik gondolat a tömeg elméjét megragadja.
Az állításnak azonban csak akkor van igazi hatása, ha folyton ismétlik, és lehetőleg ugyanazon kifejezésekkel. Napóleon mondta, hogy egyetlen komoly retorikai alapzat van, a folyamatos ismétlés. Az állított dolog az ismétlés által annyira elfoglalja az elméket, hogy végül bebizonyított igazságnak tekintik. A folyamatos ismétlés a képzett, tanult emberekre is hatással van, hát még a tömegekre. Ez a befolyás onnan ered, hogy az ismételt dolog a tudattalannak mélyen fekvő részeit teszi magáévá, és előkészíti tetteinek rugóit. Bizonyos idő múltán már nem tudjuk, hogy az ismételt állításnak mi az alapja, és határozottan hiszünk benne. Mikor valamely állítást elégszer ismételtek, és súlykolásban megvan az egybevágóság, képződik az, amit gondolatáramlatnak neveznek, és a lelki fogékonyság által működésbe lép egy hatalmas mechanizmus. A tömegekben a gondolatok, érzelmek, emóciók, hiedelmek ragályos befolyást érnek el. Minél határozottabb a kijelentés, minél inkább meg van fosztva a bizonyosságnak és a bizonyításnak a látszatától, annál nagyobb a tekintélye. Ugye emlékszünk erre, hogy az oltás működik, meg egy-két ilyen dolgot hogyan súlykoltak, nyomtak, most ez az egyik ilyen mozgató rugó és háttere. Mert ugye a média az azért a bolondját is tudja járatni velünk ezen kívül, mert azért rendesek, ugye a Fidesz tulajdonában lévő Index címoldaláról van. A 2022. január 5-én rá tudnak keresni, ma kerestem rá, ott volt még fent. Tehát a Covid miatt szükség volt az emberek manipulálására. És a cikk egyébként, ami itt van előttem, az pont arról szól, hogy az emberek nem oltatták volna be magukat, nem használtak volna maszkokat, hogyha nem történik egy kis média manipuláció, a média manipuláció az hazugság konkrétan, és ennek a tényleges beismerése, egyébként vezető hír is információ volt ez, tehát hogy annyira nem titkolták el. És még egyszer mondom, 2022 első hó 5-ei írásról van szó, tehát be is ismerik, tehát hogy az emberek mégis hisznek neki, ugye mégis elfogadják ezeket, annak megint ugyanaz az oka, amiket az előbb mondtam, hogy a félelemgerjesztés, a folyamatos ismétlés, a súlykolás, hogy ez áll az egésznek a hátterében, ez az alapja az egésznek. Na most ez csak egy ilyen rövid bevezető volt arra vonatkoztatva, hogy milyen módszerekkel, tehát mik állnak a hátterébe mindazoknak a folyamatoknak, amelyek velünk történtek az elmúlt időszakban. És a listában, az előbb említett listában volt egy időszak, amikor brutálisan megnőtt az új járványnak a megjelenési formája. Itt említettem a 494-es hírt, 450 olyan hírrel, ami konkrétan félelemkeltő vagy félelemgerjesztő, ez pedig az augusztus 20 és szeptember 20 közötti időszak. Nagyon érdekes, hogy ugye tavasszal, valamikor úgy március-áprilisban úgy lecsengett, tehát alig hallottunk valamit, már nem is adtak tájékoztatást semmiről, tehát megszűnt az egész dolog, és akkor hirtelen úgy augusztus közepétől egyik percről a másikra brutális szinten kilőtt, ugye akkor jelent meg az Eris és a Pirola, és akkor emlékezzünk rá, reméljük, hogy el tudjuk felejteni örökre mind a kettőt. És a lényeg, ugye kérdéseket kell feltenni mindig, mint Kalambó, mert mindig idegesek, akiknek van egy kis vaj a füle mögött, hogy vajon mi lett az oka annak, hogy a hirtelen, a konkrétan a semmiből, a nullából egyik percről a másikra egy elképesztő mennyiségű félelemgerjesztő gír jelent meg az életünkben. Szeptember 20-a, augusztus 20 és szeptember 20-a között, ugye megint egy fontos dátum van, és augusztus 20-án volt az ENSZ közgyűlése, augusztus 20 és 22 között pontosan, és ahogy közeledett az ENSZ közgyűlése, ugye a magyar médiában is egyik percről a másikra elkezdtek megjelenni, hogy újabb koronavírus járvány jön, újabb lezárások lehetnek, és egyébként ugye ekkor jelentették be,
azt is, hogy hála legyen a Pfizernak, hogy kifejlesztette az új mutáns elleni védőoltást, ezt konkrétan augusztus 27-én jelentették be. Ez a hír, ezt elfelejtettem kinyomtatni, pedig kimentettem magamnak, a 444 oldalán volt rajta, hogy arról szólt, hogy semmit nem tudunk az új pusztító világjárványról, ez volt benne a cikkben, és a vége azzal záródik, hogy szerencsére a Pfizer-BioNTech az kifejlesztette a védőoltást rá. Érdekes kutatási fázis, kutatási fejlesztések zajlottak le, tehát hogy egyből megjelent már, egyből megvolt rá az úgynevezett védőoltás. És szeptember 20-án ugyanis egy fontos, lényeges dolog volt, amiről önök közül néhányan már biztosan hallhattak, hogyha követték az oldalamat, és egy-két helyen beszéltem is róla. Ugyanis az ENSZ közgyűlés egyik kiemelt, sőt talán legfontosabb pontja az volt, amiről egy szó sem került be a médiába, a magyar médiába biztosan nem. Egyébként Nyugat-Európától Amerikáig a médiák foglalkoztak vele ezzel a kérdéssel, sőt tüntetés is volt Bécsben. Mégpedig ez arról szólt, hogy el kell fogadni, és elő egy nyilatkozat, egy politikai nyilatkozat került az ENSZ közgyűlés elő, a legmagasabb szint elé, ahol állam és kormányfők döntenek. Mégpedig egy politikai nyilatkozat arról, hogy új világjárvány lesz, tehát a pandémia megelőzési, felkészülési, reagálási terv. PPPR, így fogok beszélni róla most is, ez az angol rövidítése, úgy egyszerű, mint hogy sok-sok patyvaszt így folyamatosan beidézem. Tehát a PPPR dokumentumnak az elfogadása került az ENSZ közgyűlés elő. Szóval a PPPR-nek az első változata, a tervezete, az június 3-án került ki. Egyébként írok most egy sorozatot, ennek négy része már megjelent. Még nagyjából négy rész várható, ez a következő két hétben meg fog jelenni, és ennek az a címe, hogy ki a WHO diktatúrája. És ez a Magyar Jelen és a kuruc.info oldalain jött le, máshogy ugye nem nagyon jöhetett le, és ha beírják a keresőbe, azért kihozza, tehát hogy ki a WHO diktatúrája, és amikről most beszélek, azoknak mindegyiknek ott van a linkje, tehát mindegyik be van hivatkozva, tehát minden állítás, ami abban szerepel, tehát hogy így is a június 3-ai PPPR tervezet, és az a dokumentum is, ami az ENSZ közgyűlés elé került, tehát magának a PPPR-nek is a végső változata ott van. És az a lényeg ennek a cikksorozatnak, hogy a PPPR, tehát ez a pandémia nyilatkozat, politika nyilatkozat arról, hogy lesz egy világjárvány, egyébként ez egy őrület, hogy egy ilyet el lehet fogadni, és június 3-án már az ENSZ-be tudják, hogy majd szeptemberben lesz egy világjárvány, hát persze, hogy tudják, és a magyar média is tudta, tehát akik az egész mögött állnak, hiszen június 20-ától szeptember 20-ig brutális módon kilőttek a félelemkeltő, manipulatív információk és hírek az életünkben, hiszen ez volt a lényege, hogy mire jön az ENSZ közgyűlés, addigra mindenki rettegjen, hogy ne legyen probléma ezekkel kapcsolatban, akihez mégis eljut ez az információ, hogy ú, az ENSZ az a talpán van, az a helyén van, ott a megfelelő emberek, Novák Katalin azért tudja az érdekeinket képviselni, ahogy kell. Tehát június 3-án megjelent ez a tervezet. A tervezet és a végleg elfogadott nyilatkozat között szinte semmi különbség nincsen. Tehát stilisztikai változások vannak, illetve annyi történt, hogy a tervezetnek a pontjait felsorszámozták. És én ezt elemzem ebben a cikksorozatban pontról pontra. Egyébként annak nem láttam sok értelmét, hogy akkor ennek a magyar fordítását csak úgy kirakjuk valahová, mert rengeteg összefüggésrendszer van benne, illetve azokat a terveket és azokat az elképzeléseket, amiket meg akarnak valósítani, azoknak különböző részét már megcsinálták, hivatkoznak rá, például az Addis Abebai terv. Tehát ezek sok olyan fontos dolog van, ami teljessé teheti azt a képet, hogy mit akarnak velünk csinálni. Tehát, hogy én erről a PPPR-ről csak nagyon
felszínesen szeretnék emiatt is beszélni, de nagyon sok mindent megtalálnak, utána tudnak nézni. Nem olyan brutálisan hosszúak ezek az írások, tehát ezek a részek, és minden alatt minden információt megtalálnak. A PPPR-nek van néhány érdekes eleme, és egy fontos eleme. Az egyik ugye az, hogy elfogadják az ENSZ közgyűlésen, hogy lesz egy új világjárvány. Nem viccelek, halálkomolyan. Tehát, hogy erről ezt így elfogadják. Az egyik, hogy akkor ezt tudomásul kell venni, hogy eddig is voltak világjárványok. Egyébként hány világjárvány volt, mit voltak ezek a világjárványok, meg egyébek, tehát hogy lehet ezeket összehasonlítani. Ugye volt egy a Covid, amiről nem tudunk semmit, tehát még az amerikai CIA-ba is vizsgálatot indítottak most, mert ugye kiderült, hogy lefizették a különböző tudósokat azért, hogy azt az elméletet, hogy mit szoktak mondani a médiába, hogy nem viccelek, tehát így jelentek meg, hogy átugratta a vírus a denevérről az emberre, tehát hogy akkor innen indult ki az egész, vagy egy laboratóriumi szivárgásnak a terméke ez az egész folyamat. Tehát, hogy itt is, és egyébként két különböző vizsgálat is folyt, bűnügyi vizsgálatok folynak az ügyben, még Amerikában is ebben a pillanatban, de Novák Katalinékat, meg az ENSZ közgyűlés egyéb fontos vezetőit ez különösen nem zavarja, tehát itt az előzményeket azzal nem foglalkoznak külön. És a lényeg, hogy akkor ezt fogadják el az egyik. A kettő, ami meg van határozva ebben a dokumentumban, az, hogy egyetlen egy választ tudunk adni, mármint ők tudnak adni erre, hogy vakcina fejlesztést azt fel kell pörgetni. Az egyik, kettő, három, meg kell teremteni annak a feltételeit, hogy mindenki be legyen. Négy, az oltásokkal kapcsolatos bizonytalanságok, az oltások hatásait degradáló írásokat és cikkeket és mindenféle egyéb kommunikációt, azt meg kell szüntetni, magyarán a cenzúrát be kell vezetni és fel kell fokozni. Nem véletlen az, hölgyeim és uraim, hogy múlt héten minden WHO-val vagy rengeteg WHO-val kapcsolatos információt töröltek a Facebookról, tehát rengeteg ember jelezte felém is, nagyjából egy 60-70-en el is küldték, amiket kitöröltek, tehát csak a WHO-val kapcsolatos írásaikat törölték ki. Tehát, hogy fel kell pörgetni a cenzúrát magyarán. Illetve van még egy ötödik rész is, az pedig a digitális vakcina útlevél bevezetésének a szakaszait, a fejlesztéseit, ezt meg kell kezdeni. Tehát ezt még egyszer, tehát ez a öt nagy pont a lényeg ennek az egésznek, aminek a részletes kidolgozás az már a WHO egészségügyi szabályzatába került be. Tehát ezt is szeretnék módosítani, és inkább arról szeretnék kicsit többet beszélni. Ugyanis nagyjából úgy képzeljék el ezeket a folyamatokat, ezt az egész hátteret, hogy egy három nagy lépcső van. Az egyik az ENSZ nyilatkozat. Ugye itt csak egy zárójelet szeretnék tenni, hogy van erről egy vita, hogy ezt elfogadták-e vagy nem, érvényes-e vagy nem ezzel kapcsolatban. Ugyanis 11 ország nemmel szavazott. Azt tudjuk, hogy Magyarország nem volt benne. És egyébként Oroszország, Fehér Oroszország, Észak-Korea, tehát ha egy magyar ember a saját egészségével kapcsolatban szövetségeseket keres, akkor most már Észak-Korea tudjuk választani, csak cinikusan jegyeztem meg. Tehát, hogy tényleg ilyen helyzetek adódnak. És a lényeg ezzel kapcsolatban, hogy számunkra nem az a fontos, és önmagában a Stop WHO aláírásgyűjtésnek sem az a lényege, ebből kifolyólag, hogy most ez a dokumentum jogilag érvényese vagy nem, mert ha nem érvényes, akkor az se érdekli őket, semmi nem érdekli őket. Ugyanakkor az tudatosodjon bennünk mindenféle szempontból, hogy ezt a dokumentumot, aminek a részlet szabályaira is ki fogok térni, ez ellen a magyar kormány nem tiltakozott, egyáltalán nem. Kettő, semmilyen kérdést nem tettek fel, abszolút asszisztáltak ennek a véghezviteléhez. És ugye ilyenkor szeretném megjegyezni, mert van egy abszolút új hír, ez egy két nap, három nappal ezelőtti hír, önök is utána tudnak nézni, de
akik itt vannak, azok kicsit jobban is tájékozottak, mint az átlagember, tehát lehet, hogy többen is hallották, hogy a WHO kötelékébe vonták be Müller Cecilia intézményét, hála legyen a jó Istennek. Ugyanis a WHO szerint, most felolvasok egy-két dolgot, hogy egy-két mondatot, hogy a WHO szerint a magyar szakemberek egyedülálló tapasztalatokkal segítették az egészségügyi világszervezet irányelveinek kidolgozását a pandémia kezelésében, ezért nemzetközi együttműködési központtá tették a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot. Hát ugye azt tegyük hozzá, hogy ez a hatékonyság ez úgy nézett ki, hogy itt volt a világon az egyik legkeményebb, legdurvább diktatúra. Tehát, hogy ez jelentette a hatékonyságot ezen a téren. És még olvasok belőle, hogy az Egészségügyi Világszervezet a legkorszerűbb génszekvenáló készüléket adományozta az NNGK-nak, tehát ez a Nemzeti Népegészségügyi Központnak, és elismerte kiváló szakmai munkáját. Nemzetközi Együttműködési Központtá történő kinevezéséről adott át tanúsítványt Müller Ceciliának. Müller Cecili azt mondta, hogy nagy megtiszteltetés érte. A laboratórium egy 50 intézményből álló nemzetközi csapat tagja lesz. Müller Cecília, országos tisztifőorvos azt mondta, mérföldkőnek tartja az együttműködést, hangsúlyozta, az elmúlt időszakban a pandémia kezelése volt a fókuszban, emellett azonban kiemelt figyelmet fordítanak azokra az egészséget befolyásoló környezeti eredetű rizikó tényezőkre, amelyeket a nem fertőző betegségek kialakulását befolyásolják. Ha ilyen fantasztikusan nagyszerű volt a magyar kormánynak és Müller Ceciliának a munkája, akkor hölgyeim és uraim, miért kellett tavaly szeptember 20-án 10 évre titkosítani mindent, ami az operatív törzsnek a pandémia kapcsolatos döntéseit érintette. Felolvasom ezt is, hogy emlékeztessük magunkat, ugye az ismétlés a tudás anyja. Az operatív törzs dönti, tehát egy 2022. 9. hó 20 index cikk 10 évre titkosította a kormány, hogy mi alapján döntött az operatív törzs a pandémia alatt, ez a címe. Az operatív törzs döntéseinek alapját képező adatok nem ismerhetők meg, nem másolhatók le, de még bírósági eljárásban sem csatolhatók. Erről döntött a kormány az információ szabadságról szóló törvényre hivatkozva. Őrület, tiszta Orwell, komolyan mondta, információ szabadságra hivatkozunk, mikor titkosítunk valamit. Ide vonatkozó rendeletük a magyar közlönyben meg is jelent. Rendeletet alkotott a kormány arról, hogy a veszélyhelyzet alatt létrehozott operatív törzs és annak munkacsoportja feladat és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített a döntés megalapozását szolgáló adat, tehát amire hivatkoznak, amire megalapozták, ugye, nem számít nyilvánosnak, a megismerésére irányuló igény elutasítható. Az operatív törzs döntéseivel összefüggő titkosítási botrány még januárban robbant ki, amikor a HVG közérdekű adatigényléssel az operatív törzs összes üléséről készült jegyzőkönyv vagy feljegyzés jelentés kiadását kérte. Mint kiderült az, hogy mit mérlegel és mi alapján dönt a testület, legkorábban 2030-ban lesz megismerhető, mivel az ülések dokumentumait 10 évig nem nyilvánosak. A mostani kormányrendelet az információszabadságról szóló törvényre hivatkozva lényegében ezt erősítette meg. A magyar közlönyben kitértek tovább arra is, hogy az operatív törzs által kezelt adatok a közigazgatási hatósági vagy bírósági eljárásban nem csatolhatók, azokról másolat nem készíthető, azok legfeljebb az eljárás sikeres lefolytatásához szükséges mértékben kizárólag az adatot kezelő közfeladatot ellátó szervnek az adatkezelési helyszínről szolgáló helyiségében tekinthető meg. A rendelet még aznap hétfő este 23 órakor hatályba is lépett. Őrület. Na, tehát hogy önmagában ezek a WHO dicséretek, ezek nagyjából ahhoz hasonlítanak, ismerik ugye ezt a cigányasszonynak az át a jó kívánság, hogy egyszerre három autó álljon az udvarodon, egy tűzoltó, egy rendőrautó és egy mentőautó. Nagyjából ez ehhez hasonló jó kívánság számunkra, illetve azt is tudjuk már, hiszen Szijjártó Péter tíz nappal ezelőtt jelentette be,
hogy a Tedros Ghebreyesus, a WHO-nak a főigazgatója Magyarországra fog látogatni hamarosan, mert külön központot hoztak létre, tehát a jelen központjuk mellett egy új központot 100 fővel, és innen fontos irányítási feladatokat fognak majd ellátni a WHO keretében, és egy-két héten belül Ghebreyesus úr fogja ezt felavatni. Megjegyzem egyébként zárójelben, hogy a WHO-t azt a Fidesz hívta ide, ugye 2016 óta van központjuk Budapesten, tehát a fideszes képviselők is ott asszisztáltak, amikor átvágták a szalagot, illetve a Orbán Viktor miniszterelnök az elsők között fogadta Tedros Ghebreyesus még 2017-ben a kinevezését követően. Na, tehát, hogy ezek csak egy kis hátterek voltak arra vonatkozóan, ugye, hogy lássuk, hogy milyen érdekes folyamatok zajlanak itt a WHO és Magyarországgal kapcsolatban. És most néhány gondolat erejéig, vagy egy 5-10 perc keretében tekintsünk bele azokba azokban az IAR módosításokban, amik még annál is veszélyesebbek, mint amire az előbb utaltam. Tehát, hogy mi az elvárása az ENSZ és kormányfőinek, hogy mi az, amiben ők megállapodtak. Ez egy ilyen közös vérszerződésszerű, hogy ilyen, úgy így fogalmazzak. Tehát ez az irány, amiben ők szövetséget kötnek, és ebben vannak nagyjából lefektetve azok a pontok, amit meg szeretnének valósítani. De a részletek kidolgozása az már az IHR-ben van benne, tehát a WHO egészségügyi szabályzatában. És erre fogok most kitérni. És a lényeg egyébként, ez a második lépcsője annak a későbbi diktatúrának, amit el szeretnének érni. Tehát ebben vannak benne azok a pontok, amelyek arra vonatkoznak, hogy az ország szuverenitásának jelentős részét elveszik egészségügyi vonalon egészen biztosan. Tehát ezek a tervek. És a lényeg, a harmadik, az a jövő évi májusi pandémia szerződés, az meg ezeknek az egyéb részlet szabályait foglalja össze. Tehát, hogy a legveszélyesebb és a legdurvább az az IHR-ben van. Ezt szeretnék idén december 1-ig hatályba léptetni. Tehát november végi utolsó napjáig van lehetőség a tagállamoknak arra, hogy ellenkezzenek, és aki nem ellenkezik, arra hatályossá válik ez a terv. Egyébként ezekre a dátumokra ne úgy nézzenek, ne úgy tekintsenek, hogy akkor december 2-án itt megjelennek a WHO katonai egységei, és akkor itt nem tudom, elindul egy kényszeroltás. Tehát, hogy ez csak a jogi alapoknak a lefektetése, tehát, hogy kell majd még nekik egy kis idő, ha ezt egyáltalán el tudják érni, szerintem nem fogják tudni elérni, majd arról is beszélünk, hogy miért. Tehát nem egyik percről a másikra köszön be az életünkbe az a terror, amit ők meg szeretnének valósítani, tehát ennek kell azért egy kis idő, de ezek csak azok a jogi alapoknak a lefektetését jelentik. Ugye még mielőtt kicsit ebbe belekezdenénk, azért fontosnak tartom felhívni a figyelmet, hogy ez a rejtélyes szervezet, ez a WHO, erről annyi jó dolgot hallottunk a médiában, egyébként rosszat egyáltalán nem. Legalábbis az első úgynevezett rossz hír az valamikor 2020-ban lehetett, amikor Donald Trump bejelentette, hogy felfüggeszti az Amerikai Egyesült Államok a WHO finanszírozását, és kilép a szervezetből. És akkor ott meg is indokolta, hogy miért, döntően egy olyan szervezetnek tartotta ezt, amit a Big Pharma-nak, a gyógyszergyártónak nevezett méreggyártóknak az érdekeit képviseli. Aztán utána ugye ő belebukott, megbuktatták, elcsalták a választást, nem tudom, az a lényeg, hogy jött Biden, és akkor ezt az eljárást is felfüggesztette. Egyébként ez azért is fontos, tehát hogy ezt lehet vezető fideszes politikusok felé is példaként említeni, hogy az Atya Úristen után az első ember, a Donald Trump is
ki akart lépni a WHO-ból, hát ha inspirálja őket gondolati szinten ez a fajta kezdeményezés vagy hozzáállás, tehát hogy egy nagyon veszélyes szervezetről van szó. A WHO egyébként ugye az ENSZ égisze alatt alakult meg, második világháború után, rengeteg jó dolgot és feladatot látott el, egészen addig, amíg az elmúlt 15-20 évben a Big Pharma nevű bűnszövetségnek a tagjai rá nem jöttek arra, hogy milyen jó lenne, ha beszállnának finanszírozóként ebbe a testületbe, és onnantól kezdve pedig ráhatással, hát ugye aki fizet annak azért, tehát aki fizeti a muzsikust, azt azért meg is szoktam mondani, mit muzsikáljon értelemszerűen, és milyen jó lenne befektetni ebbe a szervezetbe. És a minden idők egyik legokosabb embere, ugye, ezzel is kezdte, a Bill Gates, ő be is fektetett. Ebben a pillanatban egyébként a WHO legnagyobb finanszírozója, két nagy alapítványi rendszer, amit Bill Gates finanszíroz. Ezzel párhuzamosan, hát ugye biztos, ami biztos, Bill Gates be is fektetett a Big Pharmának a különböző projektjeibe, különböző gyáraiba. Mindazonáltal az összes Covid vakcinában érintett valamilyen szinten, ugye Kína itt és az orosz leszámítva, tehát ott másfajta érdekkörök vannak benne. De önmagában az mRNA-s technológiájú géninjekciók kapcsán ő az egyik legnagyobb tulajdonos ezekben a vállalatokban. Még egyszer mondom, nem személyesen, hanem az alatta lévő alapítvány és mindenféle részvénytársasági, meg részvény ilyes rendszereken keresztül. És a lényeg az egészben, hogy onnantól kezdve a WHO egészen érdekes folyamat zajlott le magába a szervezetben, meg ugye a globális politikában, meg az ENSZ vonalán is. Ennek a teljes részleteit bemutattam a Ki a WHO diktatúrája című sorozat harmadik részében, ha jól emlékszem. Tehát, hogy egy 2015-től kezdődő folyamatot mutattam be, minden információs adatra ráklikkelnek, és ott van az óruk előtt. Tehát, hogy nincs itt semmi olyan eltitkolt dolog, ami arra vonatkozott volna, hogy akkor ők ezt rejtve csinálják. Csak akkor még nem állt össze a kép, csak így utólag. És a lényeg, hogy 2015-ben Bill Gates megcsendítette a vészharangot májusban The New York Times-ban, hogy hamarosan lesz egy új világjárvány, és azonnal vakcinákat kell gyártanunk. 2012 hónappal később az ENSZ közgyűlés ezt szinte el is fogadta programként, és később szeptemberben, 2015 szeptemberében már a WHO keretében ténylegesen megkezdték a felkészülést a világjárványra. 16-17-18-ban mind a három évben folyamatosan tartottak pandémia szimulációkat, konferenciákat, hogyha jön a nagy világjárvány, akkor mit kell csinálni. A John Hopkins különböző tudományos kutatóintézeteivel együttműködve, egyébként az írásban mindenhol rá tudnak klikkelni, minden dokumentum ott van, fent van mindmáig az interneten, tehát hogy semmi rejtegetni valójuk nincs, nem volt ezzel kapcsolatban. És akkor hirtelen 18-ban pedig egyik percről a másikra egy olyan laboratóriumból megjelent az életünkben ez a wuhani, de ugye azt mondták, amit mondtam is, hogy a denevérről átugrott egyik percre az emberre ez a fajta vírus. Tehát ilyen egyébként nincs, tehát hogy ez egy nagyon szép teória, de ennek a háttere, ez több szempontból is érdekes. Mindenről, és most egy zárójel, az egyik könyvet elfelejtettem kihozni, hogy felhívjam rá a figyelmet, ugyanis Judy Mikovics a Korrupció pestise című könyvét szeretném a figyelmébe ajánlani. Ő rengeteg, egyébként Luc Montaigne egy olyan Nobel-díjas virológus, aki egészen addig volt nagyszerű szakember, amíg el nem kezdte a saját szakmájának a szabályait követni a Covid idején is, azon kevesek közé tartozott, aki felhívta a figyelmet arra, hogy ez egy csinált vírus, és hogy az oltások elképesztő veszélyesek. Na most innentől kezdve ő is kiiratkozott a Karikó Katalin klubból,
tehát egészen addig számított nagy tudósnak. És a Luke Montaigne ajánlja ezt a könyvet, tehát a Judy Mikulics a korrupció pest is, ezt szerintem hoztunk is egy pár darabot. És az is a lényeg ennek a könyvnek, hogy bemutatja, hogy ezek az állatról emberre terjedő vírusok, azok nem olyan egyszerűek, tehát hogy nem éppen úgy néz ki, hogy akkor megeszünk egy denevért, akkor hirtelen elkapunk tőle valamit. Tehát hogy ez logikailag is kizárt. Egyébként azt is bemutatja Judy Mikulics, az ebola, az a nagy fertőző betegség, egy külön fejezet van a könyvben, hogy az összes ebola járvány előtt az adott területen volt egy WHO oltási program. És egyébként ezek a veszélyesek, ezek a veszélyesek ebből kifolyólag, mert önmagában ugye az oltás, tehát úgy bekerülhet vírus, úgy mutálódhat vírus, hogy fertőzött ugye az a szövet, amelyen kitenyésztik az ehhez szükséges összetevőket. Tehát ezért is, tehát ennek a teljes háttere benne van ebben a könyvben, akkor most nagyon kitérni rá, ki akartam, de ez hosszú lenne. Egyébként én ezen a könyvön keresztül ismertem meg magának az immunrendszernek a lényegét. Azt, hogy itt össze-vissza nem kell stimulálni az immunrendszert, mert azzal felborítjuk és az a még nagyobb károkat tudunk okozni, illetve a gyerekkori biztonságosnak nevezett védőoltások kapcsán is van benne jó pár fejezet, ami hajmeresztő. Még egyszer mondom, egy kutatóról van szó, nem is akárkiről, és egészen addig volt ő is nagy kutató, amíg rá nem jött arra, és ezeket publikálta, hogy az egyik rákos megbetegedés, nagyon gyakori rákos megbetegedés Amerikában, az mindegy gyerekkori biztonságosnak nevezett védőoltáshoz kötődik. Na most onnantól kezdve a táját elvágták minden szempont. Most zárójel bezárva, tehát hogy visszatérve a Bill Gatesre és a különböző folyamatokra, tehát hogy lehet látni a létráját ennek az egésznek, a lépcsőit, a különböző folyamatait, hogy miért kellettek ehhez. És onnantól kezdve azt is láthatjuk, az is be van mutatva, és ez a Covid rulettnek ez a fontos háttere, hogy mire volt ez jó, hogy milyen kés, hogy mennyire összeillik az ENSZ Agenda 2030, tehát a Great Reset, ugye az, amikor már boldogok leszünk és nem lesz semmi 2030-ra, hogy na most akkor majd megmutatja majd miniszterelnök úr nekünk, hogy döntöttek az operatív törzs ülésén, ugye. Tehát visszatérve ebbe a mederbe, térjünk rá az IHR módosításokra, és a WHO kapcsán pedig az a helyzet, és ebből is rengeteg információs adat van a Covid rulettben, hogy hogyan lett az elmúlt évekre a WHO, ez a szakmainak mondott egészségügyi szervezet, hogyan lett a Big Pharma-nak a részvénytársasága konkrétan. Belemenve egészen addig, hogy 2020 előtt a WHO az kifejezetten tiltott, nem javasolt és tiltott mindenféle karantént és lezárást. Tehát, hogyha járvány van, akkor ez nem alkalmas rá. Erről egyébként a teljes dokumentációja benne van a Covid Roulette című könyvben. A másik pedig a maszk használat, aminek semmi értelme, tehát külön WHO ajánlás volt 2020 előtt, hogy ennek így semmi értelme, a maszkkal nem lehet védekezni, egyébként persze nem lehet, még ajánlása kell hozzá, csak egy kis józan magyar paraszti ész, hogy egy szemben nem látható vírus ellen azért nehéz lesz küzdeni egy maszkkal. Visszatérve, tehát hogy milyen érdekes, ha a szakmai szempontokat nézzük, a szakmai hátteret nézzük, hogy akkor 2020 előtt az hogy lehet, hogy a tudomány egyik percről a másikra egy nagy-nagy fordulatot vesz, és érdekes módon ennek a fordulatnak egyetlen egy haszonélvezői vannak a nagy globális cégek, csak mint érdekességként. Rátérve az IHR-re, látom rendkívül elfogyott az időnk, az IHR, ez a WHO egészségügyi szabályzata. Most ez egy nagyon szép dolog, ugye ebben vannak benne a részletei annak, hogyha valahol valami, akkor hogyan kell eljárni. De ezek eddig ajánlások voltak. Tehát nem volt kötelező betartani senkinek, vagy mindenki eldöntötte, hogy betartja ezeket az ajánlásokat. Megjegyzem, hogy a covidizmus idején is voltak folyamatos WHO ajánlások, az egyik ugye a lezárás, másik a maszk használat, és akkor meg az oltás.
és a magyar kormány nevében Szijjártóbél többször is, ez majd a sorozatomban benne lesz ennek a teljes háttere később, többször is elmondta, hogy egyetlen egy ajánlást tudnak elfogadni, és ezt hagyják végre, ez a WHO ajánlása volt, tehát nem is kellett itt kötelezővé tenni ahhoz, hogy szolgai módon végrehajtsák rajtunk ezeket az eljárásokat. És egyébként a lényeg ennek az eljárásnak, hogy a korábbi javaslataik azok az ajánlott kategóriából átmennek a kötelezőbe. Tehát, hogy ezentúl az a fő cél, hogy ezt kötelezően be kell tartani azoknak, be kell tartatniuk az államoknak azzal kapcsolatban. Egyébként az is benne van ebben az IR módosításban, hogy minden országban kell legyenek olyan egységek, amelyek a WHO irányítás alá tartoznak, és majd ők ellenőrzik ezeket a végrehajtásokat. A másik egyébként, és most a 12. cikkeiből olvasok fel egy részt, hogy a közegészségügyi vészhelyzet fogalmát kiterjesztették, és ez a főigazgatóság hatáskörébe utalták, és itt bármilyen egészségügyi, közegészségügyi helyzettel kapcsolatos eseményre kiterjesztették, tehát hogy itt igazából az a lényege ennek a pontnak, hogy itt már a gyanú elég arra, hogy közegészségügyi vészhelyzetet hirdessenek meg, amire lezárásokat, oltási programokat, bármit meg lehet hozni. A nemzetközi aggodalomra okot adó egészségügyi vészhelyzet meghatározása, a regionális aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzet vagy köztes egészségügyi riasztás meghatározása a főigazgatóság hatáskörébe kerül. Tehát önmagában ez azt jelenti, hogy maga Tedros Ghebreyesus saját hatáskörben tud dönteni lényegében bármiről. Tehát, hogy egy adott helyen, egy adott országban akármilyen aggodalomra okot adó, tehát nem kell ez tényleges veszélyhelyzet legyen, hanem ő aggódik mondjuk a mi egészségünkért, akkor itt bármit elrendelhet. Egyébként addig elrendelheti, hogy a házi orvosnak meghatározhatja, hogy milyen kezelési protokoll alapján járjon el. Elképesztően veszélyes, és a Tedros Ghebreyesusról azért ne feledkezzünk meg, hogy egy olyan emberről van szó, akinek eléggé sötét múltja van. Ugye Etiópiában egy olyan szervezetnek volt a harmadik legbefolyásosabb vezetője, amely konkrétan tömeggyilkosságokat követett el, konkrétan emberi kínzásokban vett részt, embereket üldözött el százezres nagyságrendben. Tehát, hogy a saját országának az állampolgáraival kapcsolatban ezt teszi, hogy nézzenek nyugodtan utána a Google-ba, beírják, még az is kihozza ezeket az ügyeket, tehát akkor nyilván velünk majd nagyon kegyes lesz. A következő 12a cikkből szeretnék felolvasni egy részt, csak hogy lássák, hogy ez így is van meghatározva. Egyébként az IHR-ből csak egy pár pontot veszek most ki, eléggé hosszú, tehát maga a nálam lévő kivonat is 20 oldal, illetve ez egy 237 oldalas nagyobb dokumentumnak a különböző részei és elemei. Tehát a 12a cikk: ha a főigazgató az e szabályzat szerinti értékelés alapján úgy ítéli meg, hogy a nemzetközi aggodalomra okot adó potenciális vagy tényleges közegészségügyi veszélyhelyzet áll fenn, megállapítja, hogy az esemény nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi veszélyhelyzetnek minősül, és értesíti az összes részes államot. Tehát, hogy ő megállapíthatja, hogy mi legyen és mit csináljon. Ez egy fontos dolog. A következő a 13 cikk, és utána jön a 13a. 13 cikk, 13 más cikkely: a WHO kérésére a részes államoknak a lehetséges mértékben támogatást kell nyújtaniuk a WHO által koordinált reagálási tevékenységhez, beleértve az egészségügyi termékek és technológiák, különösen a diagnosztika és egyéb eszközök, egyéni védőfelszerelések, terápiák és vakcinák szállítását, valamint a gyors reagálású csapatok kapacitás építéséhez is hozzá kell járuljanak. 13a cikk. A részlet is, ez fontos. Egyébként ebbe a cikkelyben van benne az, hogy
ha az országok lemondanak egészségügyi téren a saját szuverenitásukról, tehát 13 ácik, ha a részes államok elismerik a WHO-t, mint a nemzetközi közegészségügyi válaszadás irányító és koordináló hatóságát, a nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi veszélyhelyzet során, és figyeljenek, vállalják, hogy a nemzetközi közegészségügyi válaszadások során követik a WHO ajánlását. Következőben még próbálok itt szemezgetni. Igen. Még egyet emelnék ki, ugye eléggé sok érdekes dolog van benne. A WHO által a részes államoknak a személyekkel kapcsolatban kiadott ajánlások a következő tanácsokat tartalmazzák. Egyébként ezek a tanácsok is olyanok, hogy kötelezően be kell tartani. Felülvizsgálja az orvosi vizsgálatról és a laboratóriumi vizsgálatokról szóló igazolást, meg a WHO-t. Mi köze hozzá? Egyszerűen elképesztő. Orvosi vizsgálatokat írhatnak elő. Felülvizsgálhatja a védőoltás igazolását. És most figyeljenek, a gyanús személyeket közegészségügyi megfigyelés alá helyezi, tehát most már a bűnöző státuszban vannak azok, akik nem akarják betartani Gebreyesus úr irányelveit, mert a BTK-ban vannak ilyen szakkifejezések. Na most figyeljenek tovább. Karantén vagy egyéb, tehát milyen rendelkezéseket tehetnek, karantén vagy egyéb egészségügyi intézkedések végrehajtása a gyanús személyekkel szemben, újra büntetőjogi kategóriába tartozunk, úgy tartottunk. Szükség esetén az érintett személyek elkülönítése és kezelése. Következő, a gyanúsított vagy érintett személyek kapcsolatainak nyomon követése. Ugye ez az a megfigyelési rendszer, ez a kínai típusú QR kódos rendszer, erről van utalás, meg részletesebb kidolgozás is. Ugye ez az egyik legveszélyesebb dolog. Kínában ugye, most nem akarok erre kitérni, nagyon eltelt az idő, tehát ez a QR kód társadalom tekintetében, tehát ez a kínai típusú kreditrendszernek az egyik lényege, az egyik példája tavaly volt, vagy tavaly előtt ősszel, valahogy így, egy Henan tartományban, igen, rá tudnak keresni, még ezt is kiadja a Google, sőt még az Index is írt róla érdekes módon erről az egy esetről, hogy egyik percről a másikra az egyik kerületben a kínaiaknak ugye digitális pénz van már, hát úgy nullára lement, nem tudtak hozzáférni semmihez, a pénzükhez nem tudtak hozzáférni. És akkor néhányan kimentek tüntetni, de nem valami kemény tüntetésre gondoljanak, mint 2006-ban Budapesten, csak úgy reklamáltak egy kicsit, hogy akkor miért tűnt el a pénzük, semmilyen választ nem kaptak. Másnap reggel viszont a mindannyiuknak a QR kód státuszuk átváltozott pirosra telefonjukon, ami azt jelentette, hogy nem léphettek ki az utcára onnantól kezdve. És ha kiléptek, akkor az arcfelismerő kamerákon keresztül a rendőrség összeszedte őket és börtönbe kerültek 2 percen belül. Tehát ezért is veszélyes, mekkora veszélyei vannak ennek a megfigyelési világnak. Egyébként a mobiltelefonra telepített QR kódos applikációs rendszer, a kínai típusú rendszer, ebben a pillanatban még kevesen építették be az egészségügyi törvényeikbe. Magyarország azon kevesek közé tartozik, aki beépítette, ugye idén februárban magyar kormány, mint lehetőség, ha majd lesz egy következő világjárvány, akkor megadja önöknek a lehetőséget, hogy QR kódon figyeljék a kapcsolataikat, és hogy mit csinálnak, ugye ezt, hogy nyomon kövessék a mozgásukat. Folytatom. A gyanúsított és az érintett személyek belépésének megtagadása egy országba.
Megtagadják a nem érintett személyek belépését az érintett területre, és az érintett területekről való kilépés ellenőrzést, vagy a személyekre vonatkozó korlátozásokat hajtanak végre. Ez azt jelenti, hogy bármit megtehetnek, tehát személyekre vonatkozó korlátozás égisze alatt. Illetve ugye itt említettem, hogy a WHO a digitális egészségügyi útlevelek bevezetését szeretné, ez a 35. cikkeiben van benne részletesebben kiemelve, és csak egy mondatot idézek ebből. A digitális egészségügyi dokumentumoknak olyan eszközöket kell tartalmazniuk, amelyekkel a hitelességüket nem hivatalos weboldalról történő lekérdezéssel, például QR kóddal ellenőrizni lehet. Tehát ez is itt van a fő tervek között. Illetve külön rész van még benne, de erre most nem akarok belemenni, mert tényleg nagyon eltelt az időnk. Az az elvárás a kormányok részéről, tehát hogy VIA utasítására, hogy ami a cenzúrára vonatkozik, tehát hogy minden olyan információt, ami az ő szakmai munkájukat elhitelteleníti úgymond, azokat az információkat törölni kell mindenhonnan, minden szempontból. Ezek a tervek, ezek az elképzelések, amit meg szeretnének csinálni. Egyébként ezek fent vannak, még egyszer mondom, tehát hogy ezek közzé vannak téve. És ugye milyen érdekes ez is, hogy erről egyetlen egy szó sem jelent meg a magyar médiában. Konkrétan semmi, mint ahogy arról sem, Novák Katalin sem számolt be arról, hogy ő mit csinált ő az ENSZ közgyűlésen, hogy mihez asszisztált, milyen tárgyalásokon vett részt, arról viszont beszámolt, hogy találkozott Elon Musk-kal, és ugye hogy számolt be erről, hogy új szövetségese van a magyar családoknak. Hát ugye erre jegyeztem meg nemrég, hogy Elon Musknak néhány hónappal ezelőtt az egyik gyereke az a gender jegyében nemet és nevet váltott. Úgyhogy gondolom, hogy jó apai tekintélye volt otthon az Elon Musknak, úgyhogy ilyen szövetségesekre van szükségünk, a magyar családoknak is természetesen. Tehát, hogy nagy hallgatás övezi ezeket az ügyeket és ezeket a kérdéseket. A Mi Hazánk az egyetlen egy olyan politikai platform, hogy így nevezzük, amely ezzel kapcsolatban, ezeknek a tervekkel kapcsolatban egy országos tájékoztató kampányt és aláírásgyűjtést indított. És az aláírásoknak ugye joggal lehetnek szkeptikusok, hogy mi értelme van, mert aláírásokkal nem lehet eredményt elérni, meg ez ilyen felesleges dolog, egyáltalán nem így van. Ugyanis a politikai világ, a politika az folyamatosan méri azt, hogy az emberek mire, hogyan reagálnak. Hetente jelennek meg, ment a belső körbe, a Schiffer Andrástól kölcsönöztem ezt a szót, hogy a Karmelita boszorkány konyhájában, és voltam benne vagy 4 évig, úgyhogy tényleg ismerem azt a világot valamilyen szinten, hogy folyamatosan elemzik, hogy miről beszélnek az emberek, mi érdekli őket. És hogyha ellenállást észlelnek, és ők is szavazatokból élnek, akkor meg fognak hátrálni. Ez egy nagyon fontos dolog, ezt szeretném önökben tudatosítani, hogy tárgyaljunk róla, beszéljünk, egyeztessünk, ez az, ami nem működik. Nem csak a Fidesz-szel egyébként, nem semmilyen hatalmi rendszerrel szemben, minden hatalmi rendszer egyetlen egy dologból ért, az ellenállásból, semmi másból nem. És ugye elhangzott itt a furtkutak ügye, ez egy jó példa rá egyébként, tényleg ez egy jó példa, kevesen hittek benne, hogy sikerül ezt elérni, ugyanis a furtkutak nyilvántartásba vételének a átmeneti megakadályozása, mert szerint időt nyertünk, azért ezt tegyük hozzá, hogy itt annyi történt, hogy egy kis időt sikerült nyerni, tehát hogy teljesen esélytelenül a szép nagy biciklibe, hogy tekertek lefele a jó nemzeti keresztény kormányzat tagját, sikerül jó nagy seprűnyelet bevágni hozzá, ugyanis azt is megelőzte, és rengeteg helyen próbált maga a párt is felhívni erre a figyelmet, és olyan ellenállást érzékeltek a furtkutakkal kapcsolatban, amikor meghátráltak. Azt mondták, hogy jó, akkor mégse. Egyébként ennek is akkoriban rengeteg helyen voltam az országban, illetve a magába a kommunikációs anyagába is besegítettem, hogy itt az a cél, az lett volna a cél,
hogy a víz feletti ellenőrzés jogát megszerezni. Ahogy Nyugat-Európában rengeteg helyen ez már sikerült, hogy először csak nyilvántartásba veszünk, majd hoppá, fel kell rá szerelni egy vízmérőt vagy áramlásmérőt, és onnantól kezdve ilyen adó, olyan adó, amolyan adó, ahogy Hollandiában, egyébként utána tudnak nézni, rengeteget én magam is foglalkoztam ezzel, ezzel az ügyjel. De ugyanez a történet, ugyanez a helyzet a napelemes elszámolással kapcsolatban. Ugye, és megváltoztatták egyik percről a másikra a szabályait, ami nagyon hátrányosan érintette ugye azokat, akik felszerelték, mert az elszámolással kapcsolatban, most erre most nem akarok kitérni, mert ez is hosszú lenne, meg tényleg nagyon késő van már, és onnantól kezdve, hogy a mi az ENG bejelentette egyébként az ATV-ben 8:30-kor, nem emlékszem melyik nap, csak úgy nagyjából, hogy több száz fővel egy pertársaságot hoztak létre, és beperelik az államot, másfél órával később a minisztérium jelezte, hogy ja, bocs, mégsem. Megjegyzem, csak egy másik példa, ezt mindig el szoktam mondani, csak hogy lássák ennek a hátterét, az egy, ha meg akarják érteni a mai világunk politika-média viszonyainak az összefüggéseit, akkor van egy 1976-os film, az a címe, hogy a Hálózat, The Network, bárhonnan letölthető magyar szinkronnal, talán másfél óra, érdemes rászánni ezt az időt. Én, aki van némi szakmai tapasztalatom média vonalon, azt tudom mondani, hogy én mindmáig ezt tartom a leghitelesebb és legobjektívabb filmnek, ami ezt be tudja mutatni. Tényleg egyszerűen elképesztő, tehát egy 76-os filmről van szó, minden, ami ebben benne van, minden mondata aktuális 100%-ban a mai napig is. Másik pedig, mikor látják ezt a nagy jobb baloldal ellenségeskedés, meg gender, meg nem tudom, mindenféle egyéb folyamatok, meg migránsok, meg mit tudom én. Ugye azt is tegyük hozzá, hogy nagyon jó, hogy ellenállunk a migránsoknak, természetesen. Na de azért havi 3000 indiai, pakisztáni, kis-ázsiai érkezik vendégmunkás formájában. Tehát ennek is súlyos következményei lesznek, főleg, hogyha a miniszterelnök úr által említett 500 000 munkás is meg fog érkezni, ennek beláthatatlan következményei lesznek, szörnyű következményei lesznek, ugyanúgy, ahogy az aksi gyáraknak is. És a másik, hogy milyen érdekes, hogy a médiában, a nagy mainstream fősodratú média, jobb és baloldal, ugye megy a figyelemelterelése, a gumicsont rágása, hogy ezekről azért nem nagyon jelenik meg információ, például a WHO-ról. Tehát, hogy persze van a migráció, meg a gender, meg a nem tudom micsoda, de közben szép csendben a fű alatt azért elindult egy olyan folyamat, aminek az a következménye, az a végső célja, hogy mindannyiunkat betereljenek egy vágókídra. Senkinek ne legyen esélye, reménye, hogy megszabadul azoktól a nagy globális megfigyelő rendszertől, totalitárius diktatúrától, amit 2030-ra végre szeretnének hajtani. Szerintem egyébként nem fogják tudni végrehajtani. Egyszerűen azért nem, mert önmagában az EU, tehát hogy a kínai típusú rendszert és világot próbálják meghonosítani. Egyébként a WHO a kínai programot hajtja végre ezen a téren is, tehát hogy a kínai típusú diktatúrának a különböző elemeit építette be az IHR-be és a mindenféle egyéb rendelkezéseibe. Tehát önmagában az európai ember gondolkodása, mentalitása, még ha nagyon sok szempontból is befolyásolható, manipulálható, nem tudom, akármit meg lehet vele tenni, de az a fajta életmód, és amit az a fajta akkor, az a fajta ketrec, amiben be akarnak terelni, az teljesen idegen. Kínában az egy másik világ, tehát hogy ott ők több száz éve egy olyan, az ő a világképük is,
teljesen más, mint a miénk, tehát hogy velünk ezeket meg lehet csinálni, hogy berakják őket, mint egy ketrecbe az állatokat, és ezt is fogadják, de a mi világunkban ez teljesen kivitelezhetetlen. Ugyanakkor ez csak akkor, az is kell ahhoz, tehát ez nem megy magától, tehát ugye ők most minden ezzel kapcsolatos információt ugye be akarnak söpörni a szőnyeg alá. Ez az egyik terv, hogy ne tudjanak róla, vagy ha tudjanak róla, akkor már túl késő legyen. Ez látható abból, amit említettem, hogy senki nem beszél róla média vonalon, média viszonyok vonalán, tehát hogy az előbb ugye említettem, hogy a szuverenitásunkat veszik el, hát most a baliberális oldal, aminek annyira fontos az emberi szabadság, meg Magyarország szuverenitása, egyébként a Fidesz is állandóan ezt erre hivatkozik, mikor Brüsszellel szemben küzd idézőjelbe, hogy akkor a mi szuverenitásunk meg egyebek, tehát ez a szuverenitási kérdés pont most akarják elvenni. Tehát hogy ezek csak a felszínen küzdenek, felszínen harcolnak, de közben olyan dolgokat, olyan terveket akarnak elfogadtatni, amelyek ezt teljesen megszüntetik. És az a lényege ennek, hogy ezeket az információkat el akarják, tehát hogy a szőnyeg alá akarják söpörni. Tehát azért nem beszél róla senki, ugye ez logikailag is megérthető és kivitelezhető. Ugyanakkor mi mit tudunk csinálni? Hát mi meg a szőnyeg alól próbáljuk ki seperni, vagy valahogy kihúzni ezeket az információkat, és minél több emberrel megismertetni. Egyszerűen azért, mert az az elképzelés, az szembe megy mindennel, ami emberi életnek lehet nevezni, tehát amit itt elképzelnek. Tehát, hogy önmagában azért harcolnunk és küzdenünk kell ellene. És én még egyszer mondom, hogy lehet, hogy van bennem egyfajta túlzott optimizmus, vagy nem tudom, de nem hiszem azt, hogy ezek a... Hogy minden tervet mindig ugyanúgy végre lehet hajtani. Egyszerűen azért, logikailag is, azért ott is emberek vannak, azért ott is elronthatnak dolgokat, és figyeljék meg ezt a mostani palesztin-izraeli konfliktust. És azért is említettem, azért is mutattam be ezen a téren ezeket a híreket, amelyek ugye hirtelen elhalkultak egyik percről a másikra, hogy rengeteg fajta, tehát nem tudjuk még ennek a hátterét, én magam sem tudom, tehát nem szeretnék most, hogy akkor egy elméletet sem generálni. Az viszont egészen valószínűnek tűnik, hogy maga a nagy rendszer, a nagy globális rendszer, az ENSZ, WHO nem volt erre felkészülve. Tehát, hogy ez váratlanul érte az egészet, és a magyar médiát is így ezen a téren, mert hirtelen ugye ez egy váratlanul pattant ki az egész konfliktus egyik percről a másikra. Tehát, hogy ez nekünk megint egy lehetőség, hogy megint időt tudunk vele nyerni, mert a terveiket egy kicsit csúsztatni kell. Tehát, mert ők elindultak, azt láthatják, tehát azért mutattam a folyamatot, hogy akkor egyik percről a másikra be akarták vezetni, készen volt már a vakcina, már jött az új világjárvány, már megvolt a neve, már indult minden, már mindenki erről beszél, és akkor hirtelen hoppá, megáll az egész történet. Tehát ez nem volt betervezve ez a palesztin-izraeli történet az ő elképzeléseikben. Ez az egyik. A másik, hogy másikat, amit felszeretném hívni a figyelmüket erre, hogy ezeknek képmutatóbb világot tényleg kitalálni sem lehet. Ugye kitör itt USA-ukrán-orosz háború, és akkor a magyar kormány béke, béke, helyben kell béke, ne legyen globális konfliktus az egészből, béke, ez az egyik. Másik, most kitör ez a, hogy hívják, izraeli palesztin dolog, az egész, hogy hívják, háború, kiállunk Izrael mellett, háború, és akkor globális téren is meg kell védeni Izrael. De micsoda egyszerű módon lehet látni, hogy mennyire képmutató ez a világ, hogy mindig a saját maga érdekei alapján egyszerre ellentmond, ha kell, százfajta módon is saját magának. Tehát, hogy ez nem akadályozza meg semmilyen formában
Tehát egyszerűen iszű vastag bőr van a képükön minden tekintetben. Rengeteg dolog jutott még eszembe, de nem akarom most már nem akarok a türelmükkel visszaélni. Én még azt szeretném, van rá lehetőség, mert még egyszer mondom, nagyon sok területet csak felszínesen tudtam érinteni, hogyha van pár kérdés, akkor tessék, parancsolni. Azt szeretném megkérdezni, hogy az aláíró évek hány éves kortól lehet aláírni? Aláírhatja egy 16 éves, 15 éves fiatal? Szerintem a szervezők meg tudják erre a választ. 18 éves kor. Köszönjük. Parancsoljon. Szeretném megkérdezni, hogy lehet egy szavazást tartani arról, hogy kilépni a WHO-ból? Nem. Az volt a kérdés, hogy lehet-e népszabadást tartani, arról kilépünk a WHO-ból. Az alkotmány rögzít pár területet, amiben nem lehet népszabadást tartani. Nemzetközi szerződéseket érintő ügyekben nem lehet. Ez nincs mindenhol így. Európai Unió számos országában van, ahol például erről lehetne népszabadást tartani. Adókat érintő ügyekben sem lehet, tehát van néhány kitétel az alkotmányban. Egyedüli járható megoldás véleményem szerint is, ha kiszállunk ebből a gyíkfészekből, hogy így fogalmazzak. Tehát ezt a kormány, az aktuális kormány tudja megtenni, vagy az aktuális miniszterelnök, hogy kezdeményezze ebből a WHO-ból való kilépés. De itt most nem, hogy a WHO-ból való kilépés nem merül fel, hanem a WHO-val való lehető legszorosabb együttműködés van napirenden. Tehát pont a fordítottja megy ezen a téren is. Lenne egy másik kérdésem, azt pedig az... Gyerekkori oltásokról szeretnénk hallani egy pár szót, mi az... Bocsánat, elnézést, még lenne egy kérdés, köszönöm. A másik kérdésem pedig az lenne, hogy említett néhány országot, amelyek nem fogadják el a WHO terveket, ugye Oroszország, Észak-Korea és Fehér Oroszország, hogy mely országok azok még a 11-ből? Sorozatomban benne van, már nagyon fáradt vagyok, nem sorolnám föl az összeset, nem biztos, hogy eltalálnám. Ki a WHO diktatúrája egyes részében felsoroltam az összes országot, aki nem fogadta el. A másik kérdés az úrnak az volt, hogy mi a helyzete a gyerekkori védőoltásokkal kapcsolatban. Én nem tudom, hogy ezt hozzá szeretném tenni, hogy én nem vagyok a mi hazánk politikusa, tehát én politikai ügyekkel én nem foglalkozom. Egyébként Duró Dóra képviselőasszonynak vagyok a főtanácsadója, és olyan ügyekben kifejezetten csak és kizárólag olyan ügyekben próbálom segíteni az ő munkáját, amelyek nem párt ügyekhez kötődnek. Tehát mind a furtkutak ügye, mind a WHO kényszeroltás, napelemes kérdések, ezek mind-mind olyan ügyek, amelyek az a helyzet, hogy egy Gyurcsányféle szavazó érdekeit is szolgálják. Én hangsúlyozom mindig mindenhol, hogy amennyire lehet ügyek mentén kellene gondolkodnunk ezen a téren, mert ha valaki csak és kizárólag pártpolitikában képzeli el a maga világát, az nem feltétlenül jó, mert ez olyan, mint egy falat építenénk magunk köré. Tehát, hogy ezek mind olyan ügyek, amiben részt vettem, amelyek mindenkit érintenek ki, kivétel nélkül, vagy akinek napelemje nincs, az nem természetesen, de nem szavazó orientált ez a munka, amit én végzek. Ez az egyik. Az oltás, gyerekkori oltásokkal kapcsolatban én ezért ajánlom, hogy ismerjék meg a Judy Mikovics könyvét, a korrupció pestisét, tehát, mert ott részletesen is elmondja, hogy miket tartalmaznak ezek az oltások, illetve milyen kutatások vannak arra vonatkozóan, hogy milyen összefüggés van az autizmus és az oltások között, és még sok egyéb olyan, tehát mikkel járhatnak ezek, még azok is, amiket biztonságosnak minősítettek, vagy neveztek. Én nemrég nagyjából két héttel ezelőtt Csíksomjon tartottam egy előadást, és utána sok mindenkivel beszéltem ott, egyébként három napig voltam Csíksomjon, és ott elmondták a helyi hölgyek, hogy a környékükön, a környező falvakban
ott egyébként Romániában nincs kötelező oltás, tehát semmilyen, nulla, hogy a gyerekeiket nem oltatják be semmivel, tehát egyáltalán semmivel, és az egyik még az is elmondta, hogy kifejezetten, ha mégis van rá példát, ugye faluban azért minden kiderül, akkor igazából megvetik azokat az embereket. Azt nem így fogalmazott, de valami ez volt az értelme, az, aki beoltatja bármivel a gyerekét, hogy milyen micsoda gondolati különbség ahhoz képest, ami itt van. Európában a legtöbb gyerekkori oltás az Magyarországon van, torony magasan itt van a legtöbb. Az Európai Unió országainak a legnagyobb részében vagy semmilyen kötelező oltás nincsen, vagy egy-kettő, tehát a nagy rész az ajánlott kategóriákban van benne, tehát amikor itt azzal érvelnek, hogy úristen, ez nem tudom, mitől véd meg, hát akkor nem tudom, akkor itt a fél Európa meg kellett volna már halljon, ha ezek igazak. A véleményem az, hogy ez is egy választható kategória kellene legyen, tehát a gyerekkori, még ezt a szót sem szeretem, ezt, hogy védőoltás, tehát hogy amúgy ezen nem tudom, hogy elgondolkoztak-e már, hogy ezeknek a negatív dolgoknak mindig egy fordított neve van, ez a védőoltás, akkor a mérgekkel, amikkel locsolják a növénynek, ez a növényvédőszer, vagy a nemzeti dohányból, nemzeti dohányból tűrött, vagy nemzeti vakcinagyár, most nem akarom folytatni, csak ez mint egy érdekesség. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, itt leszek még egy kis ideig, és létszám közt is tudunk beszélni, hogy valakit érdekel, bármi olyan kérdés, ami nem hangzott még el. Még egyszer köszönöm, nagyon megtisztelő volt számomra, hogy itt lehettem, és hogy együtt lehettünk, és köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Köszönöm.